Ebben a videóban arra keresem a választ, hogy tulajdonképpen mi is az az ASMR. Egyszerűen arra szeretnék rájönni, hogy mi okozza ezt az óriási népszerűséget. Úgy a Twitch-en, ahogy a YouTube-on az egyik legkedveltebb műfaj az ASMR. Hosszas búvárkodás és kutatómunka eredményeképpen arra jöttem rá, hogy az ASMR nem más, mint Autonomous Sensory Meridian Response. Ami annyit jelent, hogy autonóm szenzoros meridián válasz. Na, ezzel aztán most sokkal beljebb vagyunk. Ősi kódexek elemzésével folytattam a kutatást, így fény derült arra, hogy alvást, relaxációt elősegítő videókról van szó. Ezek a csatornák mikrofonba suttogások, kaparászások és egyéb irritáló apró zajok keltésével igyekeznek ígéretük szerint ellazítani a nézőt. Azért az talán nem teljesen véletlen, hogy 97%-ban csinos lányok, vonzó nők keltik ezeket a zajokat. Kukkancsunk bele néhányba, hisz azért vagyunk itt. Jó, hát most itt nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy ez itt két pénisz. Rossz az, aki rosszra gondol. Hát mondjuk itt nehéz másra gondolni. Ez pénisz. Na nézzük. Just kidding. Jó, csak viccelt, úgyhogy itt lehet valami egész más tartalom lesz. Hát vagy nem. Nem tök mindegy már, hogy azt a balán szopkodja vagy a mikrofont? Ez volt az egyik kedvencem. Nézzétek, milyen kis ízlésesen kiírta, hogy pontosan mit kapunk a pénzünkért? 15 perc fülnyalogatás. A hülyének is megéri. Látszik, hogy nem a pénzért csinálja. És visszanéztem egy óra múlva, hát hogyha valami változott. De nem. Ez tök ugyanaz. Ezektől az ajoktól, aki tényleg megnyugszik, nekem felbassza az agyamat. Tegyük fel, hogy valaki ezeken tényleg marha jól alszik. Hogyan donétel? $500. Küldés. Ne, a mikrofon! Ne, szotyi! Szotyi! Kitalálom, ő a Terminátor. Ez mit csinál? Nagyon megnyugtató. Szokták mondani, hogy a szexel mindent el lehet adni. Azt gondoltam, ez is csak olyan, mint az ürügyként hasizom gyakorlatokat bemutató videók, a szupermodelleket ropogtató kamuorvos, vagy az elvileg nőknek gyártott ruhapróba videó. Ajjajjajjajjaj, micsoda ruha és cipő és karkötő! Gondolta senki soha. És akkor azt hittem, hogy végre megértettem, hogy miről szól ez az egész, de nem! Létezik olyan, hogy sólámpa kapargatás egy órán keresztül. Mi van? De figyelj, Ferikém, én most már nagyon kivagyok, úgyhogy nézek egy kis sólámpa kapargatást, jó? Ez mindig megnyugtat. Mi van? Oké. Magyar ASMR, könyvtáros roleplay. Ez egészen okénak hangzik. Ezt a kurva. Azért maradjunk annyiban, hogy furán néznétek, hogyha bemennétek a könyvtárba és ezt tapasztalnátok. Amúgy meg látszik, hogy tök szívvel lélekkel csinálja az egészet, csak én nem értem, de hát ez van, mások vagyunk. Hajrá, magyar! Ha ebben a modern rohanó világban egy kis nyugalomra vágysz, problémád van a pihentető alvással, én inkább David Attenborough-t, relaxációs zenét vagy a természet hangjait tudom javasolni. Hogyha valamiféle perverz indítatásból mégis az ASMR-t választod, a videóknak a linkjei megtalálhatók alattam a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, de azt pedig mindenképpen írd meg a kommentbe, hogyha te tudod, hogy miért szeretik az ASMR-t. Mert én nem tudom.